A kamera folyamatosan igyekszik olyan előadókat Nagykanizsára hívni, akik első kézből tudják tájékoztatni a gazdaság érintett szegmensében tevékenykedő vállalkozókat. Ennek az egyik apropója, hogy ez a bizonyos teljesítési gazolási szakértői szerv, ami az MKIK mellett működő független szakértői szerv idén 5 éves, de úgy gondoltuk, hogy nem minden évben azokról a száraz számokról beszéljen az előadónk, ami, amik talán már unalmasak a vállalkozók számára, hanem inkább olyan valós problémákról, amit tényleg minden építőipari vállalkozó tervezőt érdekelnek, és így jutottunk arra, hogy talán a pótmunka, a túlmunka, a ködbér, a közbeszerzési eljárások illetve az, hogy ha nem fizetnek egy vállalkozónak, az sokkal érdekesebb. A téma szakértője Wagner Ernő, okleveles építészmérnök, Kaposváról érkezett. A napjainkban az építésgazdaság megmutatta a, a gazdaságban a szerepét, és egyre inkább előtérbe került. Ezt leginkább a közel 20 ezer fős munkaerőhiány láttatja. És most már a. Ö, ö, kisebb projekteknél is lehet találkozni azzal, hogy nincs, aki megcsinálja. Ez leginkább annak tulajdonítható, hogy, hogy az elmúlt három évtizedben kicsi háttérbe szorult ez a gazdasági szegmens, leginkább amiatt, mert gazdaságilag megbízhatatlan szerződéses környezetben tették a dolgukat. A helyzeten az elmúlt néhány év építés gazdasági irányítása változtatott, kormányrendelet is szabályozza az építésipari tevékenységet. A TSS több milliárd forintnyi kifogás ügyében döntött, ebből 60-70%-ban a kérelmezők javára. A szakértő szerint mindezt jól példázza, hogy mostanában egyre kevesebb olyan ügy kerül a szervhez, ami lánctartozásokról, ki nem fizetésekről szól. Zalában egyébként 31 esetben fordultak sérelmeikkel a vállalkozók a TSS-hez.